Néptánctábor, ahol nem csak néptáncolni tanulhatnak meg a gyerekek, hanem énekelni, zenélni, szűni, fonni és nemezelni is. Mindez a mindössze 100 lakost számláló Észak-Bánáti faluban, Kanizsa-Monostoron. A település 15. éve telik meg élettel a Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület táborának köszönhetően. A fő hangsúly a néptáncon van. Tehát aki ide eljön, az már tudja eredetileg, hogy melyik korosztályhoz, melyik korcsoporthoz fogjuk kapcsolni, és az a munka, mi az a munka, ami rá vár. Sok gyerek már visszatérő vendége a Kanizsa-Monostori tábornak. Az entai Gavódi Vanda már 9. alkalommal jön ide ismerkedni és találkozni azokkal, akiket szintén érdekel a néptánc. Érdekes, tehát programok vannak, főként a tánc, ugye, hogy minél több táncot elsajátítjak, meg hát a társaság, hogy a buli minden évben találkozni azokkal, akikkel szeretünk barátkozni, beszélgetni, bulizni, táncolni. A táborban a gyerekekkel olyan oktatók foglalkoznak, akik már bevált oktatási módszerekkel dolgoznak. Többségük folyamatosan visszajár ide. Vannak olyanok is, akik tanulóként, diákként kezdték itt Monostoron. A Szabadkai Brezovszki Tamara is férje a legkisebbekkel foglalkozik. Tényleg kezdő, de nagyon ügyes csoportunk van. Nagyon sok játékot, gyerekjátékot tanítunk nekik, és így a játékban elrejtett táncmotívumokkal próbáljuk a táncot ugye megtanítatni velük. A tábort eredetileg a csókai gyerekekre méretezték, de évről évre egyre többen jöttek el más településekről is. Sőt, nem csak vajdaságról utaztak ide tanulni vágyók, hanem Magyarországról is.